beszámolni arról, hogy ez milyen zászló. Biztos láttátok, ugye a pápai címer van rajta, és igazából, hát ugye, így, hogy fejjel lefelé ne legyen, a sárga és az aranyszín, szóval a fehér és az aranyszín, az a Vatikánnak a jelképe. Úgy van, hogy tudtátok, hogy jön Ferenc pápa hozzánk, és néhány lovas úgy döntött, hogy Lóháton, Lengyelországon keresztül, Csehország, Szlovákiát érintve, hát mindenkit meghívva jönnek a pápával való találkozásra. Ez az út több mint 530 kilométer volt, és két hétig tartott. És hívtak engemet is, és én sose voltam még Lengyelországban, Fekete Madonnánál elmentem, és vittem ezt a zászlót nekik. És hát ugye, mikor este volt egy szép szemmisa, a kép előtt, a kegykép előtt, és másnap, hát a helybeli pálos atyákkal megszenteltük mi bizony a lovakot is, a lovasokat is, és ezt a zászlót is. És hát ezt a zászlóval a kezükbe jöttek Budapestre. Ami őket is nagyon meglepte, hogy bárhol, ahol meglátták ezt a zászlót, az emberek keresztet vetettek, nagyon sokan térdet is hajtottak, és befogadták őket a szállásukra, otthont adtak nekik egy-egy éjszakára, vacsorát, megtöltöttek mellé jó kis, hát ugye ilyen lengyel, meg cseh, szlovák, ugye van például, mit tudom, ilyen finom pálinkáik vannak, meg jó söreik vannak, igen, férfi emberek, hálát adtak a mindennapiért. Igen, miért? Azért, mert ők is keresztények, mert ugyanabban Jézus Krisztusban hisztek, mert egy mennyei atyánk van, és igazából ők is ragaszkodnak a pápához, az egyházhoz, közösséghez. Ezt azért látom fontosnak elmondani, mert ugye nem tudjuk, merre vezet a ti életetek útja is, de tudnotok kell, hogy ti is keresztények vagytok, jól meg vagytok keresztelve, legtöbben általam, és hát ugye bárhova is vet az élet nehézsége, gondja, láttok egy templomtornyot, szépen vessetek keresztet, és kopogtassatok be, mert Isten nevében, mint testvéreket, még akkor is, ha nem tudjátok az ő nyelvüket, szokásaikat, befogadnak. Igen, összetartozunk. És ennek a nagy családnak a feje Ferenc pápa. Eljött Magyarországra. Mi is elmentünk. Hát Déváról is volt néhány gyerek, meg Szalontáról, Székelyhídról, Gyergyóból. Mentünk, hogy találkozzunk vele. Én szeretnék egy pár dolgot megjegyezni. Tehát elsősorban azt, hogy ez az idős ember 80, hát felett van, fél tüdeje van, tehát nem is annyira egészséges. Ezen a három napon reggeltől estig programja volt. Valakikkel, valakivel találkozott. Voltak nyilvános beszélgetések is, voltak négy szem köz, kisebb közösségben lefolytatott beszélgetések is. De folyamatosan munkában volt. És ugye hát ezek a nyilvános beszélgetéseken, hát én nem tudom, de mindenütt legalább, hát ugye most, hogy a telefonokat is beleszámítsuk, amivel még a gyerekek is filmezték, akkor mindenütt biztos több ezer felvétel készült róla, beszédéről, mozdulatairól, gesztusairól, mindenről. És mindenütt új dolgot mondott, mást. Én is szoktam ugye elég sok előadást tartani, és tudom, hogy milyen nehéz akár egy nap 4-5 témáról, 6-ról, 7-ről
beszélni. Igaz? Neked sokszor egy felelés milyen komplikált, nem? Pedig te készültél, tanultál, kihívnak a táblához. Na mondjad, bő. Nem? Nehéz megszólalni. Hát neki se könnyű. És nem mondja azt, hogy jaj, most délután nem megyek sem erre, mert fáradt vagyok. Csinálja. Tehát elsősorban Ferenc pápától én ezt a végtelen munkaerőt, lendületet tudom csodálni. Nem áll le. És most hazament, és azt gondoljátok, hogy most 2 hétre elment szabadság, csodált. Folytatja ott a labbajta. Végzi a munkát. Fogadja a politikusokat, papojait, püspökeit. Vannak gondok is, vannak örömök is, ünnepek is, és végzi a dolgát. Tehát amikor te azt mondod, hogy jaj, papácsi, fáradt vagyok 14 évesen, hát akkor, na, nagyon-nagyon szomorú, nem? Miért van Ferenc pápába erő? Hát elsősorban azért, mert imádkozik. Jó Istennel közel van. Másosorban azért, mert, hát hogy mondjam, szeret bennünket, és az erőt ad. Mert amit az ember szeret, az könnyen csinálja. És talán azért is, mert rendszeresen csinálja. Igen. Ezt azért látom fontosnak, mert emlékszem, mikor gyerekek voltunk, mi is azt beszéltünk, hogy az ember olyan, mint a lapos sellem, aztán, hogyha lemerül, akkor el lehet dobni. Nem így van. De minél több feladatot válasz, minél több munkát végzel, annál erősebb, annál szívósabb, annál kitartóbb, annál több energiát lesz. Tanuljunk Ferenc pápától. Ne a kényelem, a semmitevés, a lustaság útját válasszuk. Üdögélünk az iskolába, nézzük az ablakon ki, milyen szép ez a tavasz. Nem, az sehova nem vezet. És akkor utána fogod mondani, hogy ez is hibás, az is hibás. Te voltál a hibás, mert nem ültél neki tanulni, nem? Nézzétek meg, hogy ugye... Szegeden, a Csillagfegyházban, azt hiszem, ezt már mondtam nektek, 1800 rab van. És amikor ezelőtt 3 évvel beszéltem parancsnokkal, elmondta, hogy átlag iskolázottságuk nem éri el a 6 osztályt. Abba hagyták, nem mentek iskolába, rossz bandába vegyültek. Hogy mondjam, ők is vágytak arra, hogy legyen szép ruhájuk, vagy autójuk, vagy ez az, erőszakkal elvetteik, csaltak, loptak, talán öltek is, és most ott vannak a börtönben. Hát nem lenne egyszerűbb tanulni, felkészülni az élet nehézségeire, és becsületes munkával elérni mindazt, amire szükséged van? Igen. Ferenc pápától, hát elsősorban ezt kellene megtanulni. A másik dolog, ami engem azért meglepett, hogy hát ugye egy ilyen nagy embernek vannak barátai, vannak rajongói, de nagyon sokan kritizálják. És olyanokat mondanak róla, hogy újságban leírja a másik, hogy hát Ferenc pápa, amit mondott, egy SMS-be elküldhette volna, meg nem tudom miféle. És ennél sokkal durvább megjegyzéseket is. Nem veszi fel. Nem kezd kiabálni, veszekedni. Igen, Jézus Krisztusról is mondtak rosszat, sőt, meg is ostorozták, keresztre feszítették, és nem veszekedett, nem civakodott. Én azt gondolom, hogy Ferenc pápától ezt is meg kéne tanuljuk, mert azt látom nagyon sokszor, hogy valakiről valami rosszat mondanak, hogy fel tud háborodni, hogy tud dühöngeni, civakodni, nem tudom miféle, hogy de mit mondod, de így, de úgy, már verekedés is lesz belőle, nem? Igen. Hát neked se mindenki nem szerethet, nem?
valamikor. Lehet, hogy igaz a rossz, amit mondanak rólatok, lehet, hogy nem igaz. Nekünk a dolgunk az, hogy elgondolkozzunk azon a kritikán, azon a rossz mondaton, aztán, hát, épüljünk belőle, vagy alázatunkat, vagy tényleg újítsuk meg az életünket. De nem az a dolgunk, hogy civakodjunk. Tehát, hogy eljön Magyarországra, 3 napig beszél, és nem mond egy, hogy mondjam, hogy aztán neki ilyen nem mondjanak. Hogy ki nézzék meg, menjen ottan szépen, hogy is hívják, a Szili Katalin néni, vagy mit tudom én, akárki, nézze meg, hogy ez az illető politikus miket mond. Nem mond ilyent. Elviseli. És a harmadik dolog, amit igazából Ferenc pápától megtanulhatnánk, hát ő remény emberem. Hát ő biztos, hogy sokkal jobban látja, hogy mennyi baj van ezen a földön, mint mi. Hát neki jönnek ugye a nunciusok, meg a bíborosok, meg hát államelnököket fogad, egyik ezt mond, másik azt mond, és biztos, hogy sokkal jobban, tisztábban látja a világ gondját, baját, búját, nehézségeit, ezt a nagy káoszt, ami most körülvesz bennünket, hát mint bárki közülünk. És tud mosolyogni, és tud kedves lenni. Azt mondja, aki mer, az nyer. Állj neki. Tehát nem azt mondja, ja Isten, bújjunk el egy egérjükbe, mert annyi baj van, hogy itten, mindjárt itt a világ vége. Nem. Menj, szeressél. Szólíts meg a másikat. Lehet, hogy bántott tégedet. Próbálj meg kiengesztelődni. Kivékülni. Igen. Annyira csodálom ezt az optimizmust, ezt a bizalmat, ezt az életerőt, ami Ferenc pápából árad. Milyen jó lenne, ha megtanulnánk. Igen, mi is mentünk keresztül nehézségeken, ti is. Hát nem hiába van az ember egy gyerek otthonban. Vannak gondok, vannak bajok. De hát, hogyha én elkeseredek, akkor még több gond lesz, baj lesz, nem igaz? Igen. Hát ezt a zászlót berakjuk a kápolnába, és én nagyon-nagyon szeretném, hogy közbe-közbe gondoljatok arra, hogy nincs kimosva, közel 600 kilométer után, hát de ugye még elvittük oda, az is gyűrődött, amikor hazahoztunk ugye Magyarországról, minden, és ilyen jól bírja magát. Hát mi is legyünk ilyenek. Jézus Krisztus gyermekei vagyunk. Bízzunk egymásba. Erősítsük meg egymást. És hogyha bántanak, akkor kapaszkodjunk boldogságos szűzanyába, a mi Urunk Jézus Krisztusban, és ajánljuk fel azt a sérelmet, bántást, ami ér bennünket. Hát, mi Urunk, a világ üdvösségéért. Amen.